Nemrég volt egy videóm a Facebook és a TikTok kapcsán, mondjuk több helyről megkaptam, hogy micsoda clickbait, hogy én azt mondtam, hogy kitiltottak, és de, kitiltottak, szóval, hogy nem volt ebben semmi durva clickbait. A lényeg, még most se kaptam vissza a hirdetési fiókom, ugye azt banolták indokolatlanul, vagy nem követtem el semmit, és nem is árulták el, hogy mit követtem el, ha véletlen tényleg elkövettem valamit. És jelen pillanatban ott vagyunk, hogy több mint fél éve ugye fel van függesztve a hirdetési fiókom. És nemrég teszteltem ugye a Facebooknak, azaz a Instagramnak a meta hitelesítős videóját, amit így poénos keretek között be is mutattam, és ennek lett most folytatása, ugyanis ezzel a prémium előfizetéssel, ugye ha a Metán, azaz Instán vagy Facebookon előfizetsz erre a kis kék pipára, akkor kapsz vele prémium supportot. És ha valaki emiatt szeretne előfizetni, akkor itt most ebben a videóban leszögezem, hogy ne tegye, ugyanis próbáltam megoldani ezt a hirdetéskezelő sztorit Facebook segítségével, de nem sikerült. Először nagyon meglepő dolog történt, hiszen leírtam nekik a problémát, hogy hello, most hogy fizetek a supportért, hát ha meg tudjuk oldani ezt az egészet, és visszaküldték a Facebook sugót, szóval konkrétan ellinkelték nekem a Facebook sugót. Érted, egy olyan supporton, ahol fizetek. Szóval vicc kategória az egész, utána sok-sok e-mailen keresztül beszélgettünk, és továbbra sincs megoldása az egésznek. Legutóbb azt hiszem ott hagytuk abba, hogy elküldtek valami menüpontot, ami szerintük elvisz valahova, de a gyakorlatban ez nem működött. Szóval tulajdonképpen hiába fizetsz 6-7000 forintot havonta azért, hogy kapj egy prémium supportot, nem kapsz. Megkapod ugyanazt a szart, amit ingyen is megkapsz, talán több e-mailt tudsz neki küldeni, és talán gyorsabban válaszolnak, de ugyanúgy ilyen jellegű problémákban nem segítenek, de ha már itt tartunk, akkor beszélgessünk még egy kicsit a Facebookról, és annak a rossz és negatív történéseiről, ugyanis az elmúlt napokban azt tapasztaltam, hogy 2 darab saját posztomra is érkezett egy ilyen irányelvsértés. Hihetetlen, az egyiknél a saját fotómat osztottam meg a saját Facebook oldalamról, illetve a másik fotóm, az egy komment volt, és ott is a saját fotómat linkeltem a YouPic nevezetű fotós oldalra, szóval semmilyen kamu, vagy scam, vagy ilyesmi nem volt. Mégis egy olyan irányelvet sértettem, amit nem értek, hiszen azt írja konkrétan: kéretlen tartalom, nem engedjük, hogy az emberek másokat félrevezessenek, kedvelések, követések, megosztások, vagy videó megtekintések elérése céljából. Mondjuk ez már önmagában is egy érdekes irányelv, szóval ha én azt kérem valakitől, hogy léci, kövessetek be itt az új oldalam, az már irányelvsértésbe ütközik, vagy csak akkor, hogyha félre is vezetem őket, és azt mondom, hogy itt van, mindenkinek adok 15000 forintot, ha most bekövet. Szóval érdekes, mindkettő dolgot jeleztem a Facebook felé, még egyikre sem érkezett válasz, de vicces, hogy ilyen 2018-as posztokra érkeznek hirtelen irányelvsértések, amik akkoriban senkit nem zavartak, és most sem kéne, hogy zavarja ez a Facebookot, hiszen az irányelveknek megfelel a saját fotómat raktam ki, meg odaírtam, hogy még több fotóért itt tud szétnézni, szóval abszolút nem értem. Kicsit, mintha elszabadult volna ott egy robot, és össze-vissza jelentgetne minden szart. Egyébként ezek miatt sem posztolok már nagyon a Facebookra, és úgy nem is nagyon érdekel az egész. A másik jelenség, amit még szerettem volna így felvázolni a Facebook, Insta esetén, biztos ti is találkoztatok már mindenféle ilyen robottal, aki rátok ír, vagy spamel, vagy éppen megjelölget dolgokon. Engem most ilyen kaszinós szponzik jelölgetnek Instagramon, és az egyiket úgy poénból jelentettem, hogy hát azért, figyelj, megjelöltek egy csomó embert, hogy nyerhetek X pénzt ilyen random, aznap létrehozott felhasználóval, és ja, jeleztem, hogy ez kéretlen tartalom, és vissza is jött a visszaigazolás, hogy hát tesó, ezzel a tartalommal minden rendben van, szóval a mai napig nem értem, hogy a Facebooknak ezek a motorjai hogyan működnek, hogy az én normális tartalmam fennakad a szűrőn, viszont a spamelő robot, aki sok-sok accountot létrehoz, és egy darab képen spamelgeti, ugyanazon a képen, ráadásul spamelgeti az embereket, és felrakja azt mondjuk 15-ször, az meg nem akad fent a szűrőn, szóval nem értem, hogy működik a Facebook, meg az Insta, meg így ez az egész. Szarul. Úgyhogy nem is nagyon foglalkozom ezekkel a platformokkal, de ja, gondoltam, legyen egy ilyen kis lezárás ennek az egésznek, vagyis hát nem lezárás, inkább csak egy ilyen update, hogy a prémium support sem működik, a robotok nem működnek, az irányelvek nem működnek,
mi működik egyáltalán a Facebookon. De most komolyan. Köszi szépen a figyelmet, én Szabó Viktor vagyok, találkozunk legközelebb. Ja, ez egy ilyen kicsi aprócska videó volt. Úgyhogy egyébként a Facebookos videóm alatt nagyon sok komment jött, ez a Facebook TikTok tiltós videó alatt nagyon sok komment jött, és ti is azt mondtátok, hogy így meg amúgy tiltották az oldalatok ok nélkül, és nem is értitek, hogy ezek szerint régóta nem működik jól a Facebook, úgyhogy ennyit erről. Köszi szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, ciao.